Következik Staller Ilona, becsületes nevén Csicsolina, valamint az ő édesanyja. Sanyi. Szia, Ili! Mi van? Hát már csak azért is gondoltam, hogy meghívlak ide, mert ugye múlt hétvégi hír, hogy váltok. Már pedig úgy gondoltam, már hogy te is a férjed, nem hogy te is az édesanyád, hogy te is remélem a férjed. Is. Na most, hogy tulajdonképpen ugye a házasság itt köttetett tavaly nyáron, hát ha itt jelentett be milyen a vála... Milyen régen volt? Hány hónapot éltetek együtt? 9. 9 hónapot. Hát az sok volt, ugye? Elég volt belőle. Hogy őszinte legyek, én házasságban soha nem nagyon éltem. De nem nagyon ez mit jelent? Már éltél egy kicsit azért? Nem. Szóval nem, egyáltalán nem. Igen? Nem. De viszont ő nagyon féltékeny, még a levegőre is féltékeny. Levegőre is féltékeny? Hát akkor még rád, mi? Ja. És ez miben nyilvánul meg, hogy féltékeny? Mindenben. Az anyuka ma beszélt egy barátjával és barátnőjével, és mondja, tudod, Zsuzsa, úgy hívják a barátnőjét az anyukának, tudod, ő mint egy kalitkába bezárva, hogy mondta az anyuka, kalitkába? Egy aranykalitkába zárt madár. Már úgy szerette volna a vőm a lányomat tartani, tehát a tollaitól megfosztva, megnyesegetve, már pedig ő egész életében szabadon szárnyaló, önálló ember volt, aki döntéseiben önálló volt, és egyáltalán mindent, amit tett a saját elhatározásából, saját akaratából és saját döntése alapján tette. Mint Sanyi. Egy költő, úgy igen, tetszett fogalmazni. Ilyen gyönyörű. Hát én még nem is hallottam. Zavarba, most úgyis eléggé zavarba vagyok. Sanyi, tudod, hogy mit jelent, az emancipazione femminile? Ó, oh, hát persze. Így mondják magyarul is, hogy emancipazione femminile. Emancipazione Jeffnek femminile. Nem létezik emancipazione femminile. Szóval nem bírja azt, hogyha egy nő egyenjogú a férjével. Ja, nem, nem. Például látod ezt a színt a körmömön? Hát, nem tudom, hogy jól látom-e, de jól látom. Igen. Rózsaszín. Rózsaszín. Azt mondta, hogy csináljam barnára a hajamat. Ezt köszönöm, nem viccelek. És a körmeimet más színre. Ez röhely, nem? Hát mi tagadás, röhely? Tehát amikor elvet, akkor mit gondolt? Hát ismerte azért. Ismerte az előéletedet, nem? Persze, hogy ismerte, hát az összes pornofotóimat megvette. Igen? Persze. És ennek ellenére és tudja minden pozíciómat, tudja mindent ismer. Na még jó, hát azt nem csak a fotóról tudja, remélem. Tapasztalatból is. Igen. Értesz. És tudod, hogy én próbáltam neki megmondani, hogy figyelj, én már nem pornózok, már egy évvel ezelőtt mondtam, hogy nem pornózok. Attól, de... hogy házasságra léptél vele, abba hagytál? Persze. Uh-huh. De az nem azt jelenti, hogy na most barna hajú leszek, és a körmeim fehérek lesznek, és olyan ruhát hordok, hogy idáig, és más típusot, mint én vagyok. Lehetetlen. Hát annál is inkább, mert nem akarom kimondani a korodat, nem olyan sok bátran kimondhatnám. Nyugodtan mondhatod ki. Mennyi vagy? 18. Na mondjuk jó, 2x18, és akkor annyival kiegyezhetünk, még mindig kedveztem. Tehát ebben a korban az ember sejtjei már megkövesedtek, úgyhogy olyan nagyot már nem lehet alakítani rajta, így van? A Jeff az 37 éves, kisebb nálam. Fiatalabb, mint te? Igen, ja, kisebb hát nálam. Akkor az ő pozíciói már érthető. És én megkérdezném egy nőt, egy jelenlévő hölgyet, hogy mit szólna, hogyha a férje azt mondaná, csináld ezt és csináld azt. Miért, miket mondod, mit kellett neked csinálni ezen kívül? Például azt mondod, hogy főzzél, takarítsál, porszívózzál, Csicsolina. Nem, főzni, takarítani nem, mert én soha nem csináltam. De mert én mindig artista voltam, nekem mindig volt egy személy, a Fülöp-szigetű, vagy egy személy, aki takarított, főzött mindig. Nekem nem is volt rá időm, csak aludni. Uh-huh. Hát aludni, igen. Amikor tudtam aludni. Ha hagytak aludni, mi? Tegnap hívott, tegnap este, és mondta nekem, hogy ha lemondasz a parlamentről, akkor talán akkor megint tudunk 5 gyereket csinálni.
Ő gyereket akar. Tényleg, hát előtt eszembe a gyerek. Az az utolsó hír az volt, azt hiszem január elején, hogy 3 vagy 4 hónapos terhes vagy. 3. 3, és? Most már akkor 4? Már nem, már elveszítettem a gyereket, mert nagyon sok idegesség volt közben, és elveszítettem. Ó. Oh. De most Szent lehet, hogy megint terhes vagyok. Lehet, hogy megint terhes vagy? Ilinén, egy picit beszéljünk a kis Csicsolináról. Mikor lett Ilona szobatiszta? Hát egész kiskorában szobatiszta lett, mert a papa az úgy irányítgatta, hogy elég fiatalon szobatiszta lett, és főképpen igen kevés probléma volt a lányommal. Volt ő például kis dobos? Volt ő első áldozó is? Első áldozó is volt, kis dobos is volt. Hittarra is járattam, sőt, én a gyerekeimet úgy neveltem vallásos szellembe, elég sok hátrányos, megkülönböztetett problémám alakult ebből. Nem, a vallásos szellem máig azért látszik rajta. Hát, nem mondanám egyértelmű. Nem? Nem, de az biztos, hogy nagyon sokáig. Én voltam azt hiszem a legutolsó, aki a hittarról a gyerekeimet kiszedtem. Mondja, Ilinén, és kivilágosította fel a kis Csicsolinát? Hát ki más világosíthatná föl, mint ugye az a mama, aki eleve úgy hívják, hogy gólyanéni. Tehát én egy szülésznő voltam, ez volt a szakmám. Vagyunk. Én a gyerekeimet bevittem a munkahelyemre, ez sem mindenkinek adatik meg, és végignézettem velük terhességmegszakítást, végignézettem velük szülést, és mondtam, hogy... Hány éves volt akkor, Ilona? Nagyon fiatal, 15-16 éves. Nekem egy olyan tündérmamám van. Hát azt látom. Mikor sejtette Ili néni, hogy nagy ember lesz a lányából? Hát nem is sejtettem, hanem tulajdonképpen nyugodtan megmondhatom országvilág színe előtt, hogy az én gyerekemet annak idején Magyarországon megjelent egy hirdetés az MTI fotóosztályán, hogy fotomodelleket keresnek. És én akkor úgy elspekuláltam, hogy mi lehet, minek adhatnám a lányomat. És úgy gondoltam, hogy a szépségét kellene kamatoztatni, mint a féle előre rátó mama. És én beadtam, 400-an jelentkeztek erre a hirdetésre, én nem túlzok, Sándor, 400-an jelentkeztek szemnél szebb fiatalok. Ezen a rostán körbe 12-15 fiatal maradt fönn. És én kicsit aggodalmaskodtam, hogy hát azért, fiam, azért félek, mert tudod, hát ezek a fotomodellek, meg a fotósok. A lányom így nyugtatott, anyukám, a fotósoknak, a fotomodellekkel nem szabad szemtelenkedni, mert az állásukba kerül. Ez volt az első. Aztán későbbiek során, hát ha még mondhatom. Hogy? Későbbiek során a lányom hazajött, és akkor emlékszem, hogy 450-500 forintot kapott egy szerepléséért. Hazajön a lányom egy napon, és azt mondja, hogy anyukám, azt kérik, hogy vetkőzzek Mesztelerre. Ez itt Budapesten, Magyarországon, az MTI Budán. Fotóosztályán. A Magyar Távirati Iroda fotóosztályán. Na jó, csak fotózni akartak, nyilván nem egyedül. Na persze. Nem szerelmeskedni. Na jó, ne. Hát én is És hogy ő mit évő legyen. És akkor megint aggodalmaskodtam, és a lányom nyugtatott meg, és azt mondta, hogy anyukám, akkor ugyanezt a úgynevezett gázsit duplájára emelik, ha én Mesztelerre levetkőzöm. Hát bizony egy szülő önmagával is konfliktusba kerül, hogy most mit évő legyek. Mondjam a gyerekemnek, hogy igen, vagy azt mondjam, hogy nem. Mondtam, hogy kislányom, nagyon nehéz kérdés elé állítottál, de ha úgy gondolod, hogy ebből neked semmi hátrányod nem származik, vetkőzz Mesztelerre, fiam. Mert mit láttam magam körül? Hogy a leghíresebb emberek, kivétel nélkül, és az orvosok, akik között én mozogtam. Hát általában az elegánsabb és a mutatósabb, a dekoratívabb, az ismertebb nőket vették feleségül. És melyik anya, valljuk meg, itt ugye nem sok anya van, mert fiatalok vannak, nem arra törekszik, hogy a gyerekiből valaki legyen, hogy több legyen, mint ő. Kérdezem, tudnál te egyébként normálisan élni? Most a szónak jó értelmében. Tehát tudnál te például hétköznapi polgári módon élni már mindezek után? Mit jelent az, hogy polgári mód? Szóval öltöznél úgy, mint egy háziasszony, persze elegánsan, de mondjuk normális ruhában. Hordanád a hajad némiképpen berakva. Nem festenéd ilyen vastagon a szádat. Nem lenne ilyen csillogóra festve szemed. Tudnád te ezt? Hát minden nő festi a rimmelt. Jó, most, de érted, hogy azért te nem vagy egy átlagos, hát ezt nyilván te is vállalod, nem vagy egy hétköznapi. Tudnád te ezt? Mondjuk úgy, ahogy az édesanyád, nézd rá. Igazi, szép polgárasszony. Hát szép köszönöm, az anyukám. Nagyon köszönöm. De tudnád te ugyanígy magad elképzelni? Tudod, mi van, hogy én mindig, én
Egy az, hogy soha bugyit nem vettem fel. Meggyőztél, ne is folytasd, meggyőztél. Azt mondja, tudnék, soha bugyit nem vettem fel. Nem viccelem. És mi más kellene felvenni? Hát vagyis igen. Ruhákat, persze, ruhákat. De hát én nekem megvannak az én ruháim. Általában véve boldog ember vagy te? Én nagyon boldog. Nagyon. És te boldog vagy, Sanyi? Az nem kérdés. Én majd kiugrok a bűvönből. Persze, már csak azért is, hogy láthatlak. Igaz lelkedre, mondd meg. Hiányzik valami is a te életedből? Hát... Hiányzana egy olyan ember, aki megért engem, aki nagyon szeret, aki megérti az én hobbiaimat, és akit én is nagyon szeretek. És a gyerek például? Hát az utána jön. Nem előbb. Köszönöm szépen.